A nyílt utcán akartak megerőszakolni egy fiatal nőt Törökszent Miklóson. Hát ez borzasztó, hogy még az ember a munkába se tud már nyugodtan elindulni otthonról, félve kell jönni dolgozni, hogy ilyen emberek vannak. Szexuális erőszak büntettének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást a Törökszent Miklósi rendőrkapitányság egy helyi lakossal szemben, aki rátámadt egy fiatal nőre a nyílt utcán. A rendőrség közleménye szerint a 26 éves férfi Törökszent Miklóson egy kerékpárral munkába tartó fiatal nőt kezdett követni, majd az egyik utcában ellökte. A fiatal nő az árokba esett. A támadó nem hagyta neki, hogy felálljon, és közösülni próbált vele. Ez egy felháborító dolog, hogy szinte fél az ember jönni el az úton, hogy ilyenek megtörténnek. Sőt, én jó magam is félek sokszor. A férfit szerencsére megzavarták, elmenekült a helyszínről. Nagyon csúnya dolog különben, hogy ebben a modern világban, hogy ilyenek történnek, hát borzasztó. Az ember nem is tudja, hogy milyen emberek vannak már. Hát rettenetes állapot. Hát nem lehetne menni dolgozni a női személyeknek, mert megtámadják. Hát. Szóval borzasztó ez. A nő a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett el. A rendőrök azonosították a feltételezett elkövetőt és előállították a Törökszent Miklósi rendőrkapitányságra. A szexuális erőszak büntette miatt gyanúsítottként kihallgatott férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A bíróság elrendelte a korábban már többször is büntetett férfi letartóztatását. A bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően a férfi esetében megalapozottnak látta a szökés elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének a veszélyét is. A férfi és védője is fellebbezést jelentettek be a bíróság végzésével szemben, így az ügyben végleges döntést a szolnoki törvényszék fog hozni.